Útépítő tehergépkocsi érkezik a Nagyhalászi, Hunyadi és Bocskai útszakasz felújításához. A település belterületi útszakaszai az elmúlt időszakban jelentős mértékben fejlődtek. Amikor 2005-ben időközi választáson megválasztottak a lakosok, akkor emlékeim szerint 12-13 mellékutat, önkormányzat utat köveztünk be, azt csak kővel láttuk el, nem aszfalttal. Mostanra elmondhatjuk, hogy Nagyhalászban minden út járható, aszfalttal borított, és most, amit látunk is, felújítás végzünk el olyan utakon, ami régen volt felújítva. Most a leromlott városi területek rehabilitációjából, topos pályázatból sikerült finanszírozni ezt a felújítást, amely nem csak ebből az útból áll. A Petőfi út, illetve a Puszta templom út szélesítése zajlik ebben a pillanatban. Valamint járda kiépítése, a Ibrányi utcán 700 méter járda, ami már el is készült, illetve most jelen pillanatban a Hunyadi és a Bocskai út közötti szakaszt újítják fel, amely szintén aszfaltborítást fog kapni. A belterületi utak mellett egy fontos külterületi útszakasz is megújult. A közel 40 cm mélységű, speciális technikával kialakított útfelület kavicsos borítást kapott. A belterületre vezető út nagy segítség a helyi gazdák számára. Az utak mellett a csapadék elvezetés korszerűsítése is elkezdődött, sorban a harmadik pályázatot nyert el az önkormányzat, amely kifejezetten a problémásabb utcák csapadék elvezetését szolgálja. Ezúttal 307 millió forint támogatás érkezik az önkormányzat számára. A Arany János úton képződő csapadékvizet a Malom utcán keresztül viszük be a befogadóig. Ezáltal megoldódnak olyan problémák, ahol nem tudtuk hova elvezetni a csapadékvizet, és így ennek a korszerűsítésével mondhatjuk azt, hogy Nagyhalászban egy olyan 98%-ban megoldott lesz a csapadékvíz elvezetés. Nagyhalász életében kitüntetett jelentősége van a helyi piacnak, amely a település nagyobb közösségi rendezvényeinek is otthont ad. A Magyar Állam és az Európai Unió 48 millió forintos támogatásából új parkolóhelyek, fabódék és egy impozáns méretű terménybemutató is épült. Általában szombaton van piacnap, ilyenkor az árusok tudják, hogy ilyenkor Nagyhalászba kell jönni. Ugye a környező településeken megvan mindenhol az a nap, amikor szervezik a piacot. Itt a szombati nap van nagyobb forgalom, és elég jelentős népszerű a halászi piac. Milyen más rendezvényeket szoktunk itt tartani? Hát ugye, mivel a tér adja magát, ezért a települési rendezvényeinknek a nagy részét itt tudjuk le. Itt szoktuk szervezni, és ugye már megszokták a helyi lakosok is, hogy itt a központba található ez a terület, ahol jól érezhetik magukat. A polgármester azt is elárulta, hogy a piacon a legkisebbek kedvéért téli szánkózásra alkalmas dombokat építenek, emellett a piac korszerűsítését és területének növelését is folytatják a jövőben.